A bányásznapi csertetőn tartott megemlékezésen Bócz József emlékezett vissza a bányász nagyapjára, aki hányattatott bányász sorsa ellenére nem hagyta el a szakmát. Az 1930-as évektől kezdve a bányavállalat az akkori gazdasági válságra hivatkozva évről évre csökkentette a bányászok bérét, akik 1937-re már 8%-os bérelvonás miatt csak nagyon nehezen tudtak megélni. Ez a helyzet indította el a mecseki bányászat egyik legnagyobb éhségsztrájkát, ami Vasasról indult el. De a története jóval előbb kezdődött, mint 1937. februárja. Fajtig Imre édesapját, Fajtig Jánost, az 1905-ös munkabérharcos politikai jellegű sztrájk egyik szervező munkássága miatt elbocsájtották az akkori Szent Istvánoknáról. És mivel ezután ő nem kívánatos személyé vált a mecseki szénbányáknál, ezért kirúgták, és nem is kapott munkát. Ez volt az az ok, hogy úgy döntött, hogy családjával együtt elhagyja az országot, és a németországi Alben-Bogeni bányába megy dolgozni. 1906. december 18-án itt született meg 7. gyermeke Imre. 2 év elteltével változott a vezetőség, a mecseki bánya hajlandó volt visszavenni őt. Így most már végleg visszaköltözhettek otthonukba, Pécs-Somogyba. A bányászat meghatározó volt Pécs életének felemelkedésében. A városnak a bányára épülve nőtt ki népessége, gazdasága. Bányászat nélkül már nem lenne ez a város olyan, mint most, mondta Ruzsa Csaba Pécs alpolgármestere a csertetői emlékműnél megrendezett megemlékezésem. Ma már nincsenek bányáink, de azt gondolom, hogy ahogy megemlékezünk arról, hogy milyen volt a középkori egyetemet alapító Pécs, hogy megemlékezünk arról, hogy a római korban milyen volt Szopjene, úgy illik megemlékezni az új korban arról is, hogy hány tízezer bányász, mondhatjuk így talán, hogy tett éjjel-nappal azért, hogy ez a város újra nagy legyen a II. Világháború után, és ennek az emlékezésnek ez a folyamata. Ugye 6 megemlékezési helyszín van, ez elsősorban a 6 korábbi, amennyire tudom, Tárnával kapcsolatos, ugye a szén és az uránbányászoknak a megemlékezéseivel, és nagyon fontos, hogy a fiatalok ezt az újkori történelmet is megismerjék a városban. Igazából ezért vannak kiegészítő programok, tehát nem csak maga az emlékműnél történő, ha mondhatom így, történelmi jellegű megemlékezés, hanem olyan programok is, ami révén tudják azt, hogy van bányásznap, mi az a bányászat, miért fontos ez Pécsen, hogy alakult ez ki, és ezek a céljai ezeknek a rendezvényeknek. Ugye most a 72. Mecsek Szabolcsi bányásznap van, és ugye ezt az egyik helyi egyesület szervezi folyamatosan most már 10 éve. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a fiatalok, ha megismerik egy kicsit a múltat, az nem baj. A bányásznapi ünnepség sorozatot többek között Vasason, Hirden, Pécsen a Hősök terén, az Ágoston téren és Csertetőn is megtartották. Pécset a peremkerületek hozzácsatolásával 50-70 évvel ezelőtt, például Szabolcsfalu, Vasas, Somogy, Hird a bányászat érdekében tette a várost azzá, ami olykor akár még az 180 ezeres lélekszámot is súrolt, egy igencsak erőteljes, lendületes, a bányákat üzemeltető Dunai Gőzhajózási Társaság működtette nem csak a bányákat, a települések kulturális, közművelődési életeit, és ez az űr, ez azóta is az Európa kulturális fővárosával, a kulturális projektekkel, a jelentős kulturális intézmény megújításoknak köszönhetően, és a pécsi hatalmas civil aktivitásnak, hiszen közel 1100 civil szervezet van bejegyezve a városba, és ezek közül számos nagyon aktívan működik. Ez próbálja pótolni ezt a hiányt, nem túl tökéletesen, olyan már nem lesz, mint volt, de az az összefogás, egymásra utaltság a tegnapi vasasi bányásznapon, de itt Csertetőn éppen a most elhaladó vasasi bányászenekar is azt példázza, hogy ugyan már nincsenek aktív bányászok, sajnos egyre fogyatkoznak, de mégis hatalmas az igény, az érdeklődés a bányásznapi ünnepségekre, a bányász hagyományőrzőkre, akik itt műsort is adtak, és az ünnepi megemlékezést tartotta Fajtig Imre, Fajtig József unokája, Bócz József, egy bányász szív dalcsapat közel 40 ezres követővel és olykor milliós dalszám megtekintésekkel mutatja, hogy igenis Pécsen van még jövője.
Hogy a bányászatnak fizikailag lesz-e jövője, az kérdéses, de minden esetre ez a hagyományápolás, ez kellő mélységű múltból és erőből táplálkozik. Az ünnepség után koszorúkat helyeztek el az emlékműnél, többek között Kamarás Péter, az ÖPK-DNP képviseletében rótta le kegyeletét. Nem csak az emlékműnél zajlott a történelmi megemlékezés, hanem Szabolcsfaluban is kulturális programot tartottak a Pécsi Kulturális Központ és az Összefogás Mecsek Szabolcsért Egyesület szervezésében. Az esemény többek között Pécsváros Mazsoret együttese és tánckorának fellépése is színesítette.